Az Európai Betegség Megelőzési és Járványügyi Központ adatai szerint Európa országaiban megnövekedett az influenza-szerű megbetegedések száma. Egyes országok helyi járványokat jelentettek Portugáliában, Spanyolországban és Angliában az influenza járványt országosnak minősítették. Ezért előre láthatóan az elkövetkezendő hetekben hazánkban is számítani lehet az influenza-szerű megbetegedések számának emelkedésére, esetleges járványok kialakulására. 2013. 40. héttől 2014. 4. naptári hétig országosan a figyelő orvosai 200 mintát küldtek a Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumba, melyek közül 6 betegnél influenza A és 2 betegnél influenza B vírus jelenlétét mutatták ki. Borsodaboly Zemplén megyében 9 légúti mintából az elvégzett vizsgálatok még nem mutatták ki az influenza vírus jelenlétét tájékoztatott a Borsodaboly-Zempli megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szerve. Az influenza vírus bárki elkaphatja, függetlenül az életkorától, nemétől, szövődmények is előfordulhatnak. A kórokozó változékonysága miatt minden évben új oltóanyagot állítanak elő, és az oltást is minden évben meg kell ismételni. Borsodaboly-Zemplén megyében az influenza figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján 2014. 5. naptári hetében, 2014. január 27. és 2014. február 2. -a között az előző heteihez képest a betegforgalom jelentősen nem változott, viszont az influenza-szerű megbetegedések száma 31%-kal emelkedett. 360 személy fordult orvoshoz influenza-szerű tünetekkel. Fontos hangsúlyozni, hogy a védőoltás az influenza elleni védekezésben a leghatékonyabb megelőzési eszköz. Az influenza elleni védőoltás beadása még most sem késő, gondoljon saját maga és családja egészségének megőrzésére. Az influenza elleni oltásokat a szezon egész ideje alatt érdemes igénybe venni, az esetleges járvány kialakulása az oltásnak nem akadálya. A védőoltás beadását követően a védelem 10-14 nap alatt alakul ki. A három éven aluli gyermekek számára is rendelkezésre áll térítésmentes influenza oltóanyag. A térítésmentes oltás a kockázati csoportokba tartozó 6 és 35 hónapos csecsemők és gyermekek számára ajánlható fel. A szakemberek javasolják, hogy az oltással kapcsolatban érdemes felkeresni a házi orvosokat és házi gyermekorvosokat.